Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás december 1-én. Az első kérdés az lenne, hogy mi foglalkoztatja őt, mik a gondolatai, mik a tervei, ezt megnézzük most ennél a jóslásnál. Ezen a képen látható egy király, és megvan nála ez a büszke tartás. De ez a király várakozik, vár valamire. És ez mi lenne? Egy hír, egy levél, amit ő szeretne megkapni, mert ez a király uralkodik a levegő eleme felett, és az utal kommunikációra. Nem csak arra, hanem látható a kezében ez a kard, és az azt jelenti, hogy ő most fontos döntéseket fog hozni. A második kérdés pedig az lenne, hogy érzi magát. Mi betekintünk most az ő érzelmi világába. Ő most örül valaminek. Át tudna ölelni hálából az egész világot. Jól érzi magát. De ez a kártya utalhat külföldre, külföldi kapcsolatokra, vagy egy utazásra. Ez lehet egy belső, egy lelki út is. Ezen a kártyán láthatjuk a négy jelet, a tűz elemét, a víz elemét, a föld elemét, a levegő elemét, és az utal a négy évszakra is, tavasz, nyár, ősz és tél, az egész utal egy évre. Ő úgy érzi, hogy egy éven belül javulnak a dolgok. A harmadik kérdés az lenne, mit közöl veletek? Ezen a kártyán láthatunk egy fő papot. Nagyon fontos döntéseket hoz, őrzi a sors könyvét, és esküszik valamire. És mit jelent ez számotokra? Itt lesznek sors döntő változások. Lehet, hogy nem a napokban következik ez be, mert mint ennél a világnál láthatjuk azt, hogy ő tervezi azt, amit egy éven belül szeretne megvalósítani, de az, amit mond, az a valóság, és ebben hihettek. A következő kártya mutatja a napi energiát, egy lelki üzenetet. Ébreszt fel a kreatív tudásnak a varázsát, és merülj el az érzelmeid világába. És ez volt a napi üzenet. Nekem is van egy üzenetem számotokra, illetve kettő. A havi hírlap hamarosan megjelenik, ez ingyenes. Megrendelhetitek e-mailen keresztül. Ebben a havi hírlapban mindig van egy téma, azt is elmondom, mi várható asztrológiailag a következő hónapban, és minden hónapban van egy kedvezményes jóslás. A másik hír pedig, hogy van két Facebook oldalam, az egyik Dendera Medici, a másik Dendera Susanna Medici. És ott megírom minden nap, hogy mi várható a maja naptár szerint. Ehhez tervezek még valamit, mégpedig a hold állását. És ez volt az üzenetem, ez volt a három kérdőjeles jóslásom.
És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!